Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözlök benneteket egy újabb videóban. Ez a januári wrap-up, ami egy aránylag rövidke wrap-up lesz, annak ellenére, hogy január nagyon hosszú volt, én nagyon kevés könyvet fejeztem be a hónapban, és el is gondolkoztam azon, hogy mennyire van létjogosultsága egy wrap-up videónak most a csatornán. Viszont mivel teljesen mert most fut a romantikus readathon, arra gondoltam, hogy mikor máskor legyen egy nagyon rövid wrap-up videó, ne vegyem el az időtöket nektek sem, és magamtól sem, a romantikus könyvek olvasásától. Ebben a hónapban mindössze 2 könyv olvasását fejeztem be, az egyik egy romantikus volt még az év elejéről, ez volt a Protecting You. Nem is igazán tudom, hogy mennyit akarok erről mesélni, ez egy sorozatnak az előzménykötete, első részként írják, de előzménykötet kihagyható, a második résznél kezdjétek. Ez a kötet arra szolgál, hogy egy párosnak a forduló pont előttig is megismerd a történetét. Mert hogy elvileg a második rész ott indul, hogy a srác kiszabadul a börtönből, akit vár a barátnője per jegyese, de a srác nem akarta, hogy a csaj várjon rá, de a csaj megközölte a srácra, hogy de. És gyakorlatilag ez a 150 oldalas kisregény azt az időszakot öleli fel, hogy ők hogy jönnek össze, és hogy mi az a tetőponti cselekmény, ami miatt a srác börtönbe kerül, és szerintem ez egy nagyon rosszul megírt kisregény. Az első fele rém cuki, meg felvezeti az egész kapcsolatot, és akkor utána egy ilyen shitstorm az egész, hirtelen, nem tudom, eddig éltünk egy ilyen kedves kisvárosban, aztán hirtelen erőszak jelenet, aztán meg gyilkosság, aztán meg egy nagyon rövid idő alatt lezárt tárgyalás, majd vége. Szóval, hogy én így nem értem ennek az egésznek így a felépítését, a pozícionálását, a létjogosultságát, szóval szerintem lehet ezt ott kezdeni a másik résznél. Az eleje kifejezetten tetszett, meg nyelvileg is tetszett, elvileg ez egy olyan sorozat, ahol egy ilyen Róma és Júliás helyzet van a város lakói között, mert hogy két család oldalán állnak így a városnak a lakói, és akkor ez olyan mértékben merül ki, hogy mit tudom én, van két borbély, és akkor, hogyha az egyik családot támogatod, akkor az egyik borbélyhoz jársz, és hogyha a másikat, akkor a másikhoz. Tehát, hogy valami ilyesmi. És én látok ebben a potenciált, lehet, hogy meg fogom folytatni, de teljesen őszintén elég elvette a kedvemet így év elején, szóval lapozzunk, ezt gyorsan letudtuk. A másik könyv, amit elolvastam ebben a hónapban, az az Észak és Dél volt Elizabeth Gaskelltől, aminek meg van egy YouTube live-ja külön nálam itt a csatornán, ugyanis Evelynnel, Edmonddal és Avildával olvastuk közösen ezt a klasszikust. Maga a live az olyan másfél órás lett, ha jól emlékszem. Úgyhogy a gondolataimnak a nagy része megtalálhatók ebben a live-ban. Én nekem ez egy újraolvasás volt, az elején egy picit szittem magamat, hogy miért, mert nem esett annyira jól az újraolvasás, meg nagyon-nagyon nehezen rázódtam bele a klasszikus olvasásba, én most nagyon nem vagyok olyan állapotban így fejben, hogy klasszikusokat olvassak, de aztán így 200 oldal után valami történt, és emlékszem, hogy volt egy szombat-vasárnapi nap, amikor szerintem legalább 250-300 oldalt így egybe daráltam át a kötetből, mert egyébként ez egy nagyon jól megírt klasszikus történet, Gaskell nagyon olvasmányos, én nagyon ajánlom minden Austin és Bronte rajongónak, mert egy kortárs szerzőről van szó, tehát Charlotte Bronte-nek az egyik legjobb barátnője volt konkrétan, Elizabeth Gaskell. Ugyanazt a kort mutatják be, csak Gaskell sokkal inkább az iparosodó Anglia, vagy hát az ő környezete sokkal inkább az iparosodó Anglia, meg egy picit szembeállítva a délvidék Angliájával, még ugye a Bronte-nál ez meg Austin-nál kevésbé jön elő, bár Bronte-nál is van egy regény, amit emlegettek nekem kommentben vagy privátban, most nem tudom, ami foglalkozik ilyen témákkal, de hogy Gaskellnél ez ilyen fullba előtérbe helyezett téma. Úgyhogy én nagyon-nagyon ajánlom az Északi Zsolát, ez a lényeg. Nem is nagyon akarok most itt többet beszélni erről, meg erről az olvasásról. Kicsit megnyomta ezt a januáromat olyan szempontból, hogy ugye ez egy egészen hosszú kötet, lassan is haladtam vele, tehát, hogy az, hogy nem olvastam több könyvet, vagy nem fejeztem be több könyvet, az részben azért volt, mert azért ez egy hosszabb ideig elterülő olvasás volt. Olyan szempontból nem bánom, hogy tökre megvolt ez a közösségi élmény a srácokkal, hogy tényleg nem az volt, hogy két nap alatt elolvasod ezt a könyvet, és akkor már másik könyvnél vagy napokkal később, mert azért mindenki olvasta legalább egy ilyen 4-5 napig, most nem emlékszem, hogy ki volt a leggyorsabb, talán Edmond, de hogy tényleg megvolt az az érzés, hogy együtt olvassuk, és aránylag huzamosabb ideig, és tök sokat beszélgettünk róla, szóval ilyen szempontból egyáltalán nem bánom, hogy ez így megtörtént, meg most
így nem tudom, hátba veregethetem magam, hogy jól van, Nandi. Ezt az évet is elindítottad egy klasszikussal. Tavaly ugye Edith Whartontól olvastam az Ártatlanság korát Avildával, előtte meg Tolstojt olvastunk, szóval, hogy nincs ezzel semmi gond, viszont tökre érzem, ahogy így rátelepedett ez így a januárra, és utána ezt az egész megfejeltem egy olyan rátelepedős olvasással, ami alól még mindig nem szabadultam fel, és most beszélnék egy kicsit a vadhattyúkról, mert nem tudom, hogy mikor fogom befejezni, és nem tudom, hogy mennyire akarok róla egyébként még többet beszélni annál, mint amennyit el tudok nektek mondani ezen a ponton. Szóval a vadhattyúk az egy memoár kötet, nem regény. Ez egy fontos különbség, én nem tudom, mennyire voltam tisztában azzal, hogy ez inkább egy történelmi dokumentum elmesélő memoár, mint hogy tényleges regény, annak ellenére, hogy befókuszál ugye a szerző családjának a történetére, ott is leginkább három hölgy történetére, ugye a nagymamánál kezdjük az 1900-es évek elején, és végigkövetjük anyuka életét, meg ugye a szerzőnek az életét, addig a pontig, ameddig ő egyébként Kínából elköltözik. Vegyes érzéseim vannak ezzel a kötettel kapcsolatban, ugye a fő motivációm arra, hogy elolvassam a vadhattyúkat, az volt, hogy többet tudjak meg Kínáról, kendőzetlenül, mert azért a kínai sorozatok egy teljesen más oldalát mutatják ennek az országnak, illetve azért az, hogy most mi van Kínában, vagy most mit látsz egy kínai sorozatból Kínáról, az teljesen más, mint hogyha csak egy ilyen laza 50 évet visszaugrasz az időben, hogy hoppá, mi volt, vagyis inkább 70, mert ugye én most hirtelen arra gondoltam, hogy így a 40-es, 50-es években mi történt Kínában, de ez nem 50 éve volt, hanem 70-80. Feeling old yet? Olyan szempontból nagyon rendben van ez az olvasás, hogy a fő motivációm visz továbbra is igazából a kötetben végig, ezt vártam, ezt kapom. Ami miatt vegyesek az érzéseim az az, hogy nem vagyok róla teljesen meggyőzve, hogy ez egy kifejezetten írói szemmel jól összerakott, vagy szerkesztői szemmel jól összerakott memoár. Vannak olyan időszakok, amik végtelenül el vannak benne nyújtva, vannak olyan időszakok, ahol így gyakorlatilag bekezdésenként olyan adatmennyiséget dob rád, és most nem arra gondolok, hogy a kínai neveket nehéz követni, mert teljesen őszintén szerintem kicsit úgy kell olvasni ilyenkor, mint amikor idegen nyelven olvasol, és el kell engedned azt, hogy nem fogsz minden szót érteni az adott idegen nyelvben, amikor olvasol. Itt is ez van, nem fogsz tudni minden szereplőt követni, vagy minden embernek a történetét követni, de hogy amikor konkrétan olyan egy-egy fejezet, hogy így hirtelen bekezdésenként rengeteg adat van rád dobva, és azokon az egy-egy bekezdéseken túl ennek semmi jelentősége nem lesz így tovább így rád nézve, és nem is feltétlen tudja már építeni Kínát, mert az elején ugye azért fontos ez az egész, hogy ugye folyamatosan építse, hogy melyik időszakban vagyunk, hogy milyen helyzet volt, hogy az élethelyzet milyen, hogy képen az adott városban hatalmon lévő akár politikai párt, vagy szervezet, vagy csak egy ember, aki éppen ott uralkodik. Szóval ezeket ugye fontos az elején megtudni, de így a 10. fejezet körül így azt érzem, hogy ezekkel az adadropokkal már nem ad annyit nekem hozzá, mint amit egyébként teljes mértékben fel tudok dolgozni, vagy mondjuk teljes mértékben el tudok raktározni. És a legrosszabb ebben a kötetben az, hogy nem igazán lehet bántani, meg nekem is szarul esik ezt így kimondani, mert értitek, itt van ez a nő, aki a családjáról ír, egyértelmű, hogy minden le van benne kutatva, hitelesítve, mit tudom én, tehát, hogy nem olyan dolgokat ír, ami nem úgy volt, meg tényleg annyi adat van benne, hogy ez brutál munka, csak én nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy ez egy jó memoár. Ez egy memoár, ez egy nagyon fontos memoár, ez egy angol nyelven is, most már ugye a magyar nyelven is elérhető memoár Kínáról, tehát hogy tényleg azt mondom, hogy ez a kötet ezek miatt borzasztóan fontos szerintem, de ez nem egyenértékű azzal, hogy ez a könyv azért van mondjuk benne az 1001 könyves listában, mert ez egy annyira nagyon jól megírt memoár. Szerintem. És ezért nehéz olvasni, mert nagyon könnyen elveszít a szöveg, aztán amiatt is nehéz olvasni egyébként, mert nagyon sokszor vannak ilyen naturalistább leírások, amik így random jönnek a szövegbe, tehát hogy a szöveg nem obszcén,
alapvetően, meg egy csomószor csak így politikai dolgokról beszél, meg hogy a két szereplő akkor találkozik, mit mondanak egymásnak, mit tudom én, és akkor hirtelen benn van egy farokos mondat, hogy kilátszott a farka a ruhája alól, és akkor ezzel érzékelteti azt, hogy mennyire rossz állapotú ruhákban éltek ezek az emberek, miközben ezt és ezt csinálták, és ide is mentek, és értem, hogy ezzel így érzékelteni akarunk valahogy dolgokat, de hogy ez így időről időre megtörténik, hogy így mész a szövegben, és akkor hirtelen van egy ilyen megbotránkoztató mondat, és utána megint mész tovább vissza, adat, mit tudom én. Szóval egy kicsit ilyen szempontból fura nekem, és nehéz ez az olvasás. Döbbenetes, hogy mi volt Kínában ezekben az időkben. Én azon gondolkoztam, hogy általános probléma azt hiszem a mai napig, hogy sokszor előfordul, hogy nem jutunk végig a tanulmányainkon. Tehát nekem rémlik az, hogy töriből sem értünk végig a negyedik könyv anyagán, és hogy a végén a modernkori időkből mennyire kevés dolgot tanultunk már arányaiban. Tehát én nem vagyok róla meggyőzve, hogy azon kívül, hogy Kína a világháborúk alatt hol állt és mit csinált azon belül, hogy bármit tanultam volna róla. És hogyha tanultam, az annyira minimális volt, hogy már rég elveszett a fejembe. Szóval igazából döbbenet olvasni ezt a könyvet tényleg, de valószínűleg tartom, hogy egy csomó országot, hogyha előveszel és onnan elkezdesz olvasni egy memoárt, hasonló döbbenetes dolog lehet az élmény. Na hát szóval a vadhattyúk az még egyelőre egy folyamatban lévő történet. Nem vagyok róla meggyőzve, hogy ha végigolvasom, több leszek annál, mint amennyire most több vagyok a könyv miatt azáltal, hogy 200 oldalt elolvastam belőle köbben, ugye 600 oldal maga az egész. Ezen a ponton szeretnék még kitartani mellette, főleg, hogy van egy-két társam az olvasásban, akik egyébként jóval előttem járnak, szóval szökénem a szednem magamat, de nem vagyok róla meggyőző egyébként, hogy érdemes ezt így végignyomni, megpróbálom. Ez nem az a fajta félbehagyás, azt hiszem, mint mit tudom én egy regénynél, hogy jaj, ez nem tetszik. Már történelmileg megtörtént, per emberi életekről szól, és valahogy emiatt nem tudom elengedni egyfajta ilyen, nem is tudom, emberi hűségből. Úgyhogy a vadhattyúkat olvasom még január nagy részében, és ezennel ennyi volt a január. Elkezdtem meg egyébként újra olvasni Kiarától a repülőszitakőt, nagyjából az első 100 oldalt egyébként újra is olvastam, csak aztán nem volt többre időm a live előtt, úgyhogy ezt így félbehagytam abban a tekintetben, hogy már nem volt értelme tovább olvasnom ugye a live miatt, és a live miatt pedig át akartam futni a könyvet, tehát átlapoztam, és akkor onnantól kezdve már nem akartam az olvasást tovább csinálni. Az mindenképp cuki volt, hogy így egyből az első pár fejezetnél már visszajött az, hogy miért ilyen meghatározó számomra ez a kötet, és még az is lehet, hogy egyébként az elejét jobban szeretem, mint így a második részét az egész sztorinak. Szóval ez tök jó volt. Ebből a könyvből is van egy kibeszélő, csak az a Buktyúk könyvklub csatornáján, ezt is majd lelinkelem odalentre. Szóval aktív voltam egyébként az éterben, annak ellenére, hogy keveset olvastam, vagyis kevés könyvet fejeztem be. Konkrétan így kell ezt venni. Úgyhogy ennyit igazából a wrap-upról, úgyhogy vissza is engedlek benneteket romantikus írtonozni, aki meg nem romantikus írtonozik. Ez most egy ilyen rövid wrap-up videó volt, remélem, hogy jól vagytok. Találkozunk egy következő videóban. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!